A Pannon percek műsorát hallják. A Pannon Várszínház aktuális híreivel, újdonságaival szerdánként jelentkezünk a Méz Rádióban, 16 óra 50 perckor. Üdvözlöm a Méz Rádió hallgatóit! Gregsa Kincsi vagyok, a Pannon Várszínház marketing menedzsere. Óriási sikerrel játszottuk múlt héten vasárnap kétszer is a Pál utcai fiúk című zenésjátékot. A közönség kedvenc produkció november 9-én és decemberben 28-án Ajkán, 29-én pedig Veszprémben látható, mely a jubileumi 200. előadásunk lesz. A héten a Csókos asszony felújító próbái zajlottak 3 napon keresztül. A vadonatúj szereposztással és felfrissített rendezéssel holnap találkozhatnak Ajkán, Veszprémben pedig december 31-én szilveszter este látható a tavalyi év legjobb előadásának megválasztott operett. Hamarosan bemutatjuk színházi évadunk második előadását, Ken Ludwig világhírű komédiáját, a Primadonnákat, melyet színházunk fiatal vezető színésze, Szelle Dávid rendez. A nagy sikerű vígjáték számos hazai színház repertoárjában megjelent már, de Veszprémben most először kerül színpadra a Pannon Várszínházban, a kikapcsolódni, felhőtlenül szórakozni vágyó nézők legnagyobb örömére. Ken Ludwig vígjáték szerző ezúttal rendkívül értékes alapanyaghoz nyúl. Shakespeare, Vízkereszt vagy Amit akartok című vígjátékán a konfliktus rendszere elevenedik meg két fiatal színész, két műkedvelő lány és környezetük érvényesülési szándékában, egyébként is bonyolult viszonyaiban. A rendkívül szórakoztató alaphelyzetet professzionális írói munka és nagyszerű szereplehetőségek teszik vonzóvá színházunk fiatal társulata számára. Mind a mellett igazi színházi reklámja Shakespeare halhatatlan művének. A Primadonnák premierje november 5-én szombaton 19 órakor lesz Veszprémben a Hangvillában. Aki lemaradna a premierről, viszont szeretne egy felejtetetlen, rekeszizmokat megmozgató estét, az november 6-án, 13-án, 20-án, 23-án és 25-én láthatja az előadást. Jegyek kaphatóak a pannonvarszinház.jegy.hu oldalon, és személyesen a Hangvillában található jegypénztárunkban. Várja Önöket a kacogás, a kikapcsolódás, a felejtetetlen szórakozás, az öröm színháza, a Pannon Várszínház.